Adományozó ünnepséget rendeztek a Vitáklub székhelyén a Csónakázótónál. Az adományokat Varga Tamás országgyűlési képviselő adta át, aki köszöntőjében kiemelte, minden pillanat fontos, amely segítséget nyújt. Ez egy nagyszerű nap, olyan emberekkel lehettem itt együtt, akik az élet útjukkal bizonyították, hogy elkötelezettek, elhivatottak, és ha akartak valamit, a legvastagabb falon is átmentek Fidel Laci, Fanándor, a mentők, Szipola Tóni, aki ezt a klubot csinálja évek óta fáradhatatlanul, és velük együtt a gyerekek, akik a jövő reménységeit nekünk Fehérváron. Az I-generációért Egyesület egy speciális alpin hordággyal segítette a Velence Tavi Speciális Kutató Mentők Alapítvány munkáját, amelyet Plecser Ádám, az Egyesület elnöke adott át Balogh Lajosnak, az Egyesület vezetőjének. Ez az alpin hordágy, az a mélyből és magasban mentéshez kell. Vízimentése szerintem a legrondább szituációban használnánk, hogyha egy elhunytat kellene a meder aljáról kiemelni esetleg, de nem az lesz a feladat a dolg ennek a hordának, ez mélyből és magasban mentés. A Velence hegységbe szeretnénk használni, és szükséges ezt sérültet lehozni, és egyéb ilyen hasonló extrém szituációkra való ez a hordágy. A Vitás Sportklub 3 kajakkal gazdagodott, amely az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóvoltából került a klub fiatal versenyzőihez. Hogyha technikai sportot űz az ember, itt mindig próbálkoznak ilyen százalékokat megállapítani, hogy hány százalék a hajó és hány százalék a gyerekek tehetsége, rátermettsége, szorgalma, de ez egy nagyon fontos, úgyhogy bízunk benne, hogy nem csak Fidel Laci szaktudása, hanem most már ezek az eszközök is tovább segítik a versenyzőinket az idei évben. Az adományozó ünnepségen jelen volt a klub fiataljai mellett Fidel László kajakkenu világbajnok és Fanándor a vitorlás legenda is.